A mai adás a születésnaposokról szól, úgy látszik, hiszen most is egy jubileumot ünneplő intézményt fogunk önöknek bemutatni, illetve nem bemutatjuk, hiszen már beszélgettünk ennek a jubileum kapcsán itt a stúdióban. Szóval 30 éves az Eventus üzleti művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és kollégium. Végigmondtam. Már az intézmény nevéből is látszik, hogy mennyire színes és sokoldalú ez az iskola. Erről, illetve az elmúlt évtizedekről fogunk beszélgetni a folytatásban kedves vendégeinkkel. Már itt vannak velünk a stúdióban Sajtos Attila igazgató, és itt van még vele Fridél Lajos művésztanár, illetve Ónódi Mátyás, szintén művésztanár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Hát akkor így röviden foglaljuk össze az elmúlt 30 évet. Igazgató úr. 30 év, 30 érv. Talán azt mondhatnám, de igazából 1991-ben kezdődik, amikor a rendszerváltás alkalmával nemcsak a munkaerőpiacon, hanem az oktatási rendszerben is változás kellett, és kerestük azokat az alkalmakat, vagy ezt a gondolatot, hogy hogyan lehet olyan képzést elindítani, mert képzésről beszélünk, ahol gyakorlati orientált, alkalmazható tudást ad, és igazából a változásokhoz kapcsolódik. És ez volt az első képzésünk, a Manager Assistance Hostess. 48 diák érkezett Záhonytól Bujákon, Bátonyterekein keresztül egészen a Tiszafüredig. Tehát egy érdekes kör volt, tehát tanfolyamként indultunk el, és ebből a tanfolyamból a 30 év alatt lett egy művészeti iskola 1994-ben, és maga az épületrendszer a Cifrahústjában is megújulva áll rendelkezésünkre, nem csak az épületek, hanem a gondolkodás. Tehát elvetettünk egy gondolatmagot, és az a gondolatmag indult el, és lett most belőle 30 év alatt egy olyan művészeti intézmény, ami azt gondolom, hogy regionális és országos beiskolázású egyben, és valahol ugyanazok a gondolatok köszönnek vissza. Tehát alkalmazható tudást, kreatív ismereteket, kommunikációt, gondolkodás adjon a diák számára, és inkább az a legfontos, hogy jól érezze a diák magát. Azt hiszem a legfontosabb az mindig, hogy a diák érezze azt, hogy azért tesznek, és azt a kollégák fogják elmondani, és jó példa rá Fridél tanár úr, aki közel már olyan 27 éve. 27 éve, 30-ból, ugye 30-at én képviselem, 27 éve az iskolában dolgozik, és együtt kezdtük el a művészeti képzés alapjait lerakni, és Honi talán sok mindent látott ebben a részen belül, de azt hiszem, hogy ugyanúgy kezdünk el minden tanévet. Azt nézzük meg, hogy mit tudunk a gyerekek számára adni, mit szeretnénk, az, hogy másképpen lássák, és ahhoz a századhoz, amihez most tartozunk, a 21. századhoz alkalmazható ismereteket adjunk. Ez nagyon fontos. Milyen művészeti ágakat lehet tanulni önöknél, illetve önök milyen művészeti ágat képviselnek, mit tanítanak? Hát, hogy miket tanítunk? Én azt gondolom, hogy nagyon sokrétű az a képzési paletta, amit mi tudunk nyújtani, de mégis azért fő csoportokba tudjuk rendezni ezeket. Tehát a grafikus szak az mindenképpen egy olyan alapot biztosít, ami évről évre megjelenik. Ezek mellett a mozgóképes szakirány, tehát a film, animáció és hozzá kapcsolódó ismeretek, illetve a fotográfus képzés még, ami kiegészíti ezt a három nagy csoportot. De hát ezeken belül azért sok mindent, a képzőművészetnek is rendkívül sok ágával találkoznak a diákok, de a fotóművészeten belül is nagyon sokféle területtel, illetve hát sok olyan apró technikát vagy részismeretet tudnak elsajátítani, ami mondjuk nem kötődik konkrétan a festészethez, de mégis kiegészíti, és újabb élményeket tudunk nekik adni ezáltal. És Mátyás, mit oktat? Hát jelenleg művészettörténeti órákat tartok a legnagyobb számban, de emellett vannak tervezéses óráink, tehát a grafikusoknak, ahol kiadványszerkesztésnek az alapjait tanuljuk például. Tanár úr? Másik tanár úr? Visszatérnék a kezdetekhez. Szóval amikor 10 000 évvel ezelőtt a barlangokra fölkerültek a laszkói altamérei barlangrajzok, ugye most már világon mindenütt ismert és elismert művészet. De említhetném Leonardo da Vinci-t, Michelangelo-t, Dürert, Rembrandtot, Pablo Picasso-t és a magyar Kondor Bélát is. Nem élnek, de a művészetük megmaradt. Ugye erre mondja a latin, hogy ars longa vita brevis est, az élet rövid, a művészet örök. Nos, erre érzett rá igazgató úr, amikor a tiszta profilú művészeti képzést elkezdte az Eventus oktatni, tanítani,
én szabadkézi rajzot és festést tanítok, mint mindennek az alapját. Tehát a gondolat az mindig elsősorban a szabadkézi rajzban jelenik meg, ezt aztán be lehet vinni már számítógébe, lehet animálni színben, formában, stb., de ahol nem tud valaki zongorázni, akkor nagyon nehezen tud zenét szerezni. A szabadkézi rajz, a ceruzával, szénnel, vagy bármi mással való szabadkézi rajz, az elengedhetetlen. Uh-huh. Akkor beszéljünk most egy kicsit a 30 éves jubileumról, jó? Mert hiszen lesz emléktáblavatástól kezdve, kiállítástól kezdjük a kiállítással. Ez mit fog tartalmaz ez az installáció? Uraim? Szeptember 17-én fog megnyílni a Szent Hedvig Kollégiumnak a kiállító terében egy kiállításunk. Itt egy visszatekintő, áttekintő anyagot láthatnak az érdeklődők, tehát az archívanyagból válogattunk, hogy az elmúlt 30 évnek azért bőséges archívanyaga van, amire büszkék vagyunk, úgyhogy igyekszünk minél többet megmutatni belőle, illetve az Egri csillagok, mint egy visszatérő rajzversenyünk, országos rajzverseny, ennek egy pici szeletét fogjuk tudni bemutatni, és javítom magam, nem 17-én, hanem 16-án nyílik meg a kiállítás, 17-én majd egy másik programpontunk. De 17 órakor. Hát valahogy mégis csak kapcsoltuk. És akkor az emléktábla. Előtte azért egy olyan esemény van, ami szerintem városunkban egyedülálló. A 9. évfolyamos folyamosok esküt tesznek. Esküt tesznek arra, hogy az iskola polgárai, és esküt tesznek arra, hogy a város polgárai lesz, tiszteletbeli polgárai lesznek. És ezt most második éve visszük ki a dobótérre. Tehát ez mindig a városházán volt, egy szűk körben, és most tavaly évtől, vagy tavaly előtti évtől kezdve vittük ki a közönség elé. Én azt gondolom, hogy másképpen gondolkodást jelent ez is, az, hogy lássák az első éves, vagy a 9. évfolyamosok, hogy milyen lesz a város, és a város is lássa, milyen lesz az Eventusban a 9. évfolyam, és ez most annyiban lesz másabb, ha jó idős van, hogy egész iskola kivonul. Ennek megvan a koreográfiája, hisz a város polgármester, vagy alpolgármester tiszteletbeli polgárával fogadja a diákat, és a igazgató meg hasonlóképpen teszi ezt meg egy kis műsor keretében. Ez mindig egy hangulatos történet. Tehát ez az a csúcspont, amivel mi mindig az évet indítjuk a 9. évfolyamosoknál, és utána pedig egy óra, ez lesz 11 órakor a dobótéren, vagy a városházán, rossz idő esetén, és akkor egy órakor pedig egy emléktáblavatás, ami szerintem azt jelzi, hogy egy esemény, egy kő, azért a fél évszázad, fél emberöltő, azért megtörtént az iskola életében. Tehát ezt próbáljuk megtenni egy nagyon csodálatos helyen, hisz a Szifra iskola, a Szifra hústjában egy meghatározó pont, és annak a régi kapujába szeretnénk elhelyezni először ezt az emléktáblát. Több emléktáblát is gondolkodtunk, és ez lenne a második pontja. Utána még folytatódik 20-án, szintén 17 órakor, akkor pedig a Városháza üvegtermében az a művészeti ág indul meg, a művészeti iskolának a fiatalabb része fog bemutatkozni egy kis tárt keretében, tehát hasonlóképpen kiállítással ünneplünk, és azt hiszem, hogy a vége pedig az szeptember 25-én lenne, hasonlóképpen 11 órakor indulna, és egy három tart, ez öreg diák és tanár találkozó a Szifra iskolában, tehát egy ilyen végiggondolt rész lenne, a kiállítások keresztül az elmúlt időszak jelenjen meg, és a végén pedig egy jó beszélgetés kapcsán leülve azok, akik el akarnak jönni, beszélgetni tanárral, diákkal, annak a lehetőséget kínáljuk fel, és ez a mostani műsor is azért jó, mert akik hallják, volt kollégáinkat, nagy tisztettel várjuk erre a öreg diák és tanár találkozóra, szeretnénk, ha eljönnének, meghívókat küldünk, de van egy külön Facebook oldalunk is, hasonlóképpen öreg diák és Eventusos öreg diákok és tanárok Facebook csoportja, amin invitálunk mindenkit, és szeretnénk a régi képeket is föltenni, tehát ez nem csak egy alkalomról szól, hanem folyamatosan szeretnénk ezt működtetni. Tehát egy esemény sort próbálkoztunk a szeptemberben megtenni, és azért is egy érdekes történet a szeptember 17, mert a Szifra iskola, ami egy érdekes pontja a város, amit mondtam, és ha valaki bemegy egy kicsit a közbe, akkor látja a Dürer kaput is. Tehát az egy másik dolog, hogy egy kicsit eldugva van, de egy érdekes helyszín. 1928. szeptember 17-én adták át
ezt az intézményt, tehát magát az épületet, és ezért próbáltunk másik fölhívni a figyelmet, hogy azok az iskolák, amik akkor készültek a Klebersberg kúrhó idejében, azok meghatározó pontok az Egerváros történetében, és erre is emlékezünk egyben, hogy Eger iskolaváros, és Eventus pedig az iskolaváros része. Annyira jól hangzik és szimpatikus az egésznek a szellemisége, hogy felmerül bennem a kérdés, hogy nem csak most az eseményekre, hanem úgy évközben mennyire látogatnak vissza régi diákok egy-egy előadásra, vagy beszélgetésre, vagy mert visszahúz a szívük. Hát azért... Igen. Előfordul. Olyannyira előfordul, hogy most egy kollégánk, aki festőművész, egyetemet végezte itt, festőművészként az Eventusnak a tanára. De ugye ez az öreg diák dolog, ez azért lenne rendkívüli, tehát a X27 év, mert a világ minden táján vannak olyan festőművészek, ipari formatervezők, rajzfilmesek, akik az Eventusba kezdték. Folytatták a Moholin, a képzőművészeti főiskolán, Egerben, tehát nagyon-nagyon sok olyan jóisten által tehetséggel ellátott képzőművészek vannak, akik az alapokat az Eventus művészeti középiskolában szerezték meg. Tehát nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a világ felé is tudnánk azáltal nyitni, hogy ők visszajönnek az alma materbe, mert kétségtelenül ugye ez mindenképp azt jelenti, hogy innen indultak ők. Hát igen, ötletet szeretnék mondani. Medvőszemeren volt egy koncert, és a koncert végén a polgármester mondta, hogy egy nagyon-nagyon tehetséges cigány művész, ugye képzőszer egyetemet végzett, kiállítása van, Olá Norbert. Mondom, szerényen megjegyeztem, nálunk végzett. Amikor elmentünk a kiállításra, mondták, hogy akkor beszélj róla. És tudtam Norbiról beszélni, hogy visszajárt. Tehát visszajár az iskolában, diákokkal találkozik, és példaként tesszük az feléjük is, hogy lássuk, hogy vannak olyan diákink, akik célokat tűztek ki, és el tudtak jutni, és a képzőművészetben élnek meg. Hát akkor innen is várjuk az öreg diákokat, keressék ezt a bizonyos Facebook csoportot, az iskolát, visszavárják önöket. Kellemes, jó ünneplés, boldog születésnapot kívánunk az iskolának. Önöknek köszönjük, hogy itt voltak velünk. Köszönjük a lehetőséget.